Na mindegy, jó, azt meg fogom úgyis, tök sokat fogok fogni a pipőből. Úristen, van egy darázs. Oké, ezt fel kell porszívoznom. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a szeptemberi összegzésen lesz. Szeptemberben, egyébként úristen, vége a szeptembernek? Október van már, ugye, majdnem október közepén fog ez a videó kimenni, ami azt jelenti, hogy mindjárt vége van 2021-nek is. Mikor történt ez? Nem tudom. Szeptemberben sokat olvastam. Nem tudom, hogy csináltam, hogy mit közömben tudja a suli is, meg minden, de volt időm, na mindegy. 12 könyvet olvastam. Jézusom, 12 könyvet kiolvastam. Jó, voltak köztük rövidek, na, szóval. Azért ezt így bele kell kalkulálni. Viszont voltak nagyon hosszúak is, amik közül volt olyan, amit nagyon gyorsan olvastam ki, úgyhogy nézzük is, hogy mik voltak ezek a könyvek, amiket én kiolvastam szeptemberben. Most sorba fogok menni, ahogy a listám van, mert nagyon össze-vissza van olyan, amit tudok mutatni, meg olyan, amit nem. És annak érdekében, hogy ne hagyjak ki semmit, így inkább így megyek. Oké, szóval az első könyv, amit befejeztem szeptemberben, az Goldie Moldavskytól volt a Kill the Boy Band, azaz Nyírd ki a bandát című kötet. Ez egyrészt Barangolás Amerikában részt is kapott már, azt már láthattátok, mert az kiment, ugyanis Goldie Moldavsky perui szerző, és a könyv maga arról szól, hogy van négy nagyon kis fanatikus fangirl kislányunk, kislány ilyen 15-16 évesek, és van ez a banda, akiért oda vannak, és megpróbálnak minél közelebb jutni hozzájuk egy koncert alkalmával, ami kicsit elfajul véletlenül, és erről szól ez a könyv, de ide be fogom linkelni a barangolás részt róla. És akkor ott kicsit bővebben beszélek a sztoriról. Nagyon-nagyon élveztem egyébként én ezt a könyvet, és nekem nagyon tetszett. Nem krimi egyébként, tehát nem az, de egy ilyen tini regény. Ami kellett a kis lelkámnak, és jól esett neki. Mondjuk voltak benne durva dolgok, de értitek. A második könyv, amit befejeztem, mikor szeptemberben, az Rick Riordantól volt. Hú, majdnem azt mondtam, hogy Riordan. Figyeltétek? De csak már ez az angol kötet. Szóval Rick Riordantól volt a Titán átka. Ugye most egyrészt újraolvasom a Percy Jacksonokat, meg úgy kb. Mindent, ami Rick Riordan. Másrészt Sannával és Estivel most éppen a Percy Jackson sorozatot olvassuk és csinálunk róluk kibeszélőt. Azt nem tudom, hogy a Titán átkáról mikor fogjuk megcsinálni a kibeszélőt, mert már egy ideje befejeztük, és még mindig nem beszéltük le, hogy mikor legyen, de majd egyszer csak valószínűleg lesz valamikor. Róla kibeszélünk külön, mert most azt beszéltük meg, hogy ugye az öt részt azt mindegyiket kibeszéljük, ha már volt a BookTube könyvklub miatt az első részről, és akkor csináltunk már a másodikról, most jön majd a harmadik, aztán olvassuk tovább, ha bár Eszti halad, Eszti jobban halad, mint mi Zannával. Erre nem fogok sokat mondani, mert szerintem mindenki tudja, hogy odáig vagyok a Percy Jacksonért, meg mindenért, ami Rick Riordan, úgyhogy Igen, ez újraolvasás volt a hónapban. Következő egy képregény. Inkább ide teszem a telefonom, és akkor nem csukódik be. Amit a Cicero-tól kaptam, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. És ez a Paper Girls, az újságos lányok első kötete? Ezt kötetnek hívják? Azt hiszem. A 80-as évek végén játszódik egy kisvárosban, úgy pontosabb. A négy leányzónk, akik újságos árusok, itt láthatók a borítón is. A sztori az, hogy a Halloween-t követő reggelen furcsaságok történnek. A városban furcsa dolgok bukkannak fel, és furcsa lények. Nem is tudom, hogy ez pontosan science, de azt hiszem ilyen science fiction fantasy-szerűség ez. Meg kicsit ilyen időutazós is. Én ezt pont akkor olvastam, amikor könyvhétre mentem. Mert Matilda itthon hagyta a fülesét, és nem tudott zenét hallgatni, úgyhogy igen, úgyhogy azzal foglalatoskodtam a buszúton, hogy vannak ebben ezek a jövőből jött lények, vagy hát, és ők ilyen kódnyelven beszélnek, mármint, hogy más nyelvet beszélnek, amiben az a jó, hogy itt, a kötet elején itt van egy ABC, és hogy melyik közelebb hozom. És hogy melyik betű, melyik karakter.
Úgyhogy amit én csináltam, amikor ezt olvastam, mondom, nincs az az Isten, hogy én ne tudjam, hogy amikor ezek vannak kirogatva, persze most nem találok egyet se, tehát hogy amikor ezek az emberek így beszélgetnek, akkor mi van odaírva, úgyhogy igen. Teleragaszgattam ilyen cetlikkel az egészet, és le van rá ez a fordítva az összes ilyen kódolt szöveg. Úgyhogy ha valakinek kellene emberi nyelven is, az meg tudom nektek írni, mert igen, mindenhova ezt így megcsináltam. Tehát hogyha véglapozom a könyvet, akkor látszódik, hogy tele van ilyenekkel. A zöld kis cetliket látjátok szerintem. Jaj, tanyi, igen. Tehát tele van. Amúgy baromi szép, én nagyon-nagyon szerettem ennek a színvilágát. Tehát jó, mondjuk nem nehéz lenyűgözni engem, hogyha már valaminek ilyen lila tónusai vannak, akkor engem az megvett kilóra, tehát én az ilyen lilás színeket nagyon-nagyon szeretem. És ez az egész ilyen lilás, úgyhogy engem a stílusa az megvett azonnal, de már a borítónál is egyébként. Igen, és ez a négy lány, ők így összetartanak, vagy hát összetalálkoznak, összetartanak, és akkor megpróbálják kideríteni, hogy mi az Isten történt. És miért tűnt el mindenki egyébként, mert hogy az is benne van a sztoriban, hogy így eltűnt kb. Mindenki, és így próbálnak rájönni, hogy mi az Isten történt. És én úgy vettem le, hogy itt ilyen, igen, tehát időutazás biztos, hogy van a dologban, de hát az a helyzet, hogy ezt kéne tovább olvasni, mert amúgy nem tudom, hogy vajon, tehát annyira sok dolgot nem tudtunk meg ebből az első kötetből, és nagyon érdekelne, hogy hogyan tovább. Ja igen, és eléggé ilyen cliffhangerrel ért véget, nem tudom, hogy scripten ezek fönn vannak-e, mint a Lumberjanes, majd megnézem, mert akkor lehet folytatom úgy. Mostanában nagyon egyre több képregényt olvasok, és tök örülök ennek egyébként, hogy így rájöttem, hogy tényleg nem csak ilyen szuperhősösök vannak, és hogy most a Cicerónál is egy csomó megjelenik, ami nem ilyen szuperhősös, és például ott van a Cserkeszterek, itt van ez, ez is azért olyan, hogy nem annyira fiúsak, vagy nem tudom ezt hogy mondjam, nyilván nincs az a... Olvasnék én fiús képregényt is, mert olvastam a Scott Pilgrimeket, de azért ez jobban olyan hétköznapi, meg tényleg nem az van, hogy akkor Batman meg Superman. Szóval még lehet, hogy ezt is fogom folytatni scripten, ha fönn van, de egyelőre először még a Cserkesztereket akarom befejezni, mert abból még vissza van sok részem. Ebből meg azt hiszem kevesebb van így összességében, talán olyan. Ebből 10 alatt van, a Cserkeszterekből meg majdnem 20. Összesen. Következő könyv, amit szeptemberben befejeztem, az a szeptemberi BookTube könyvklubbal az egyik közös havi könyvünk volt, ugye a havi témánk az a horror volt, és az egyik könyvünk egy klasszikus horror volt, ami igazából a gótikus irodalom része, ami ugye nem olyan véresbelezős horror, mint mondjuk egy Stephen King. Ez pedig a Dr. Jekyll és Mr. Hyde volt Robert Louis Stevensontól. Na én most olvastam Stevensontól a Kincses szigetet, az se fogott meg annyira. Ez a Jekyll és Mr. Hyde-dal az volt a problémám, hogy én nagyon úgy éreztem, hogy amiatt, hogy tudtam, hogy mi lesz a csavar, ezért nem volt csavar számomra, és egy nagyon rövid könyvről is beszélünk, amiben nem az események gyorsasága, vagy az események sokasága az, ami hagyja előre a sztorit. Nem volt rossz könyv, csak nem is volt számomra olyan kiemelkedően jó, de ide be fogom linkelni, a közös könyvklubos csatornán volt erről már a kibeszélő, meg tudjátok nézni. Ágival, Borkával és Sacival beszéltük ki az élményünket erről a könyvről. Én amiatt akartam kifejezetten olvasni ezt a Jekyll és Hyde-ot. Egyrészt nem olyan baromi ijesztő, mert én amúgy nagyon félős ember vagyok, és jó könyvben annyira nem tudok megijedni, mert ott mondjuk nincs jumpscare, amiken én... ha van jumpscare, akkor én megijedek. Hanem inkább azért akartam, hogy én olvastam, igen, itt van, az Alkimista lányának különleges esetét. És ez ilyen klasszikus horror alakokra, meg horror könyvekből szedi össze az elemeit, tehát azokból táplálkozik. És amiatt akarom most ezeket így elolvasni, ami ilyen Jekyll és Hyde, Frankenstein, Dr. Moreau szigete, vagy mi annak a címe. Tehát ezeket azért szeretném most elolvasni, hogy tudjam, hogy mire utalnak a könyvben a dolgok.
jobban. Szóval igen, ezek olyanok, hogy így emiatt el akartam olvasni, és így... Szóval így most már tudom, hogy mi a Jekyll és Hyde sztori, csak én azt hittem, hogy ez kicsit több lesz, mint ami volt, meg nem arra számítottam, hogy az lesz az egész sztori, amit már előre tudtam, mert én azt hittem, ezen felül lesz valami, de mindegy. Ezt igazából tényleg kibeszéljük a kibeszélőben. Úgyhogy erre most megyek is tovább, mert sose fejezem be ezt a videót. Na, a következő könyv viszont, ami egy féltégla és embert lehetne vele ölni kb. Önvédelmi eszköznek is megfelel, és... két és fél napomba telt talán kiolvasni, 600 oldalas monstrum. Rainbow Rowell-től a Simon Snow trilógia utolsó része, a Carrionnak az utolsó része, az Any Way the Wind Blows. Ez a kis monstrum itt, mondom, baromi vastag. Ő volt az, hogy hazajöttem, Szegedről leültem, és akkor így két nap alatt ledaráltam az egészet. Ez azért volt nagyon jó, mert nagyon azt éreztem, mint amikor a Carrion-t olvastam, hogy felvettem, és csak olvastam, és olvastam, és olvastam, és többet akartam. Mert ennek a trilógiának a második része, addig úgy volt, hogy négy rész lesz, most már úgy tűnik, hogy már csak ez a három, tehát csak ennyi volt. A Wayward Son az olyan depis volt, és az annyira nem tetszett, de szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy nekem az annyira nem tetszett. Ez az Anyway the Wind Blows viszont sokkal-sokkal jobb volt, mint a második rész, de nem volt annyira jó, mint az első. Tehát a trilógiából továbbra is szerintem a Carrion a legerősebb. Főleg azért, mert mindhárom könyvben teljesen más a sztori, és nagyon lazán kapcsolódnak össze. És amit én kicsit hiányoltam ebből a könyvből, az az volt, hogy ami ebben volt a sztori szál, annak így, az csak így volt. Tehát nem történetügyileg volt ez a könyv jó, mert az elég gyenge volt szerintem, hanem csak úgy hangulatban, meg hogy így visszahozta azt, hogy az előző rész depis volt, ez meg már azért ilyen helyre raktuk magunkat, és akkor haladunk, és gyógyulunk, és happy-k vagyunk, és cukik vagyunk, és a szívem, és a kis lelkem jól érezte magát. Illetve Simon megtudta, amit Simonnak meg kellett tudnia, amit igazából a Carrionban az olvasó már tudott, de végre kiderült Simon számára is, ami, hogyha nem derül ki, az a bizonyos dolog, az árókötetre, ami az, hogy ki Simon, kik Simon szülei. Hogyha ezt Simon nem tudja meg az utolsó részre, akkor biztos, hogy áthajítom ezt a könyvet a szobán. Nagyon nem, mert nem akarom, hogy megsérüljön, mert szép. Nézzétek meg, van rajta egy szárnyas kecske. Az nagyon jó, hogy kiderült. De igen, tovább a Carrion az abszolút favoritom lesz ebből a sorozatból. Én nyányoltam kicsit azt, hogy az előző kötetben történtekből nem soknak volt relevanciája ebben, meg úgy a sztorihoz nem sok köze volt semminek gyakorlatilag, tehát így sztori, a sztori maga, az mondom, ebben nem volt olyan izgi, vagy nem volt olyan erős. A másodikban se volt, mert hogy ott se értettem a kapcsolódást, és azzal se csináltunk most így később semmit. Jó, nyilván nagyon sokáig lehetne húzni, hogyha mindenből egész könyveket írna az írónő, és én nem bánom, hogy nem húzzuk tovább, mert tényleg ilyen ingadozás volt a könyvek minőségében, úgymond számomra. Szóval végére is happy vagyok, örülök a lezárásnak, örültem ennek az utolsó könyvnek, mert azért hozta a Carrion hangulatát, de Carrion abszolút az a legjobb ebben a sorozatban, és egyébként az most a Fumax-nál meg is fog majd jelenni magyarul, úgyhogy most már mindenkinek az arcába nyomhatom, hogy olvassátok. Az egyik könyvheti szerzeményemet is befejeztem, elolvastam, nagyon gyorsan, nagyon rövid könyv, nagyon vártam. Ez Shannon McGuire-től a Cukorszín égbolt alatt. Ez ugye a Csellengő gyermekek sorozat harmadik része volt, könyvhétre jelent meg, annyira gyönyörű ez a borító, mint már mondtam, lila, engem megvesztek kilóra a lilával. A három rész közül nekem eddig ez volt egyébként a leggyengébb, de ezt vártam legjobban, mert ebben nagyjából a kedvenc szereplőmhöz kapcsolódóan volt szó. Kedvenc szereplőmhöz kapcsolódott a sztori, Sumihoz. Sumi az első részben volt benne, ha azt valaki olvasta. Már nem is tudom, hogy mit mondtam arra, hogy molyos értékelésben, de hogy ez kicsit ilyen... Másabb volt talán a hangulata, mint az eddigi két résznek. Nagyon élveztem ezt is, de az előző kettőhöz képest gyengébb volt. Tehát kicsit más volt hangulatban, meg ebben voltak ilyen, hát nem is időutazás, de ilyen időbeli átolódások, ami kicsit talán nehezítette az egészet, meg úgy furcsábbá tette a környezetet, nem tudom. Szóval jó volt,
de nem olyan jó, mint az eddigi két rész, de továbbra is nagyon szeretem ezt a sorozatot, és nagyon szeretem ezt az írónőt, úgyhogy scriptben már lementettem a többi részt hangoskönyvbe, de hát olyan szépek, úgyhogy magyarul is úgyis megveszem majd őket, ahogy jönnek ki. Következő könyv a Gideon a 9. Tamsin Muir-től. Ez tavaly egyébként volt havi közös könyv a BookTube könyvklubból, de én akkor ezt nem olvastam, most elolvastam. Jó volt, de fogalmam sincs, mi történt benne. Tehát ha engem most megkérdezitek, hogy oké, Matilda, mondd el, miről szól ez a könyv? Nagyon jó kérdés. Nem, mert azt el tudom mondani, hogy miről szól ez a könyv, csak olvasás közben nem értettem meg semmit, azon kívül, hogy így elolvassa az ember a fülszöveget, és így oké. De erről a könyvről az olvasásomat vlogoltam, mire ez a videókövegy már kiment, mert ma, amikor ezt felveszem, akkor megy ki, úgyhogy ide be lesz majd szépen linkelve a vlog videó róla. Úgyhogy ezzel most nem húzom a szót, mert ez a videó is nagyon hosszú lesz. Akkor néhány könyv, amit nem tudok mutogatni. A Gideonnal párhuzamosan olvastam Nedi Okorafortól a Remote Controlt. Ez egy kisregény, és egyébként igen, megkezdem az afrikai barangolásomat is, nem hiszem, hogy nem tudom, hogy erről a videó ki fog-e venni, mire ez kimegy, ha igen, belinkelem, ha nem, akkor majd később megy ki a csatornára, mert már felvettem hozzá a barangolás részt. Szóval igen, minthogy Nedi Okorafor nigériai szerző. És ez a Remote Control, ez én hangoskönyvben hallgattam, scriptben, és ez arról szól, hogy egy kislányt örökbe fogad a halál, igazából talál egy magot, ami lepottyant az égből, és ennek hatására így ő maga lesz a halál örökbefogadott lánya. Baromi jó könyv volt egyébként, tehát én nagyon örülök, hogy hallgattam Esztire, és ezt olvastam végül az írónő könyvei közül, úgyhogy csak ajánlani tudom, remélem egyszer majd lefordítja magyarra is. Rövid, de jó! Aztán még egy barangolás rész, ez pedig malajziai szerzőtől, szóval ez a The Girl and the Ghost című kötet volt, Hana Alkaftól volt. Ez a történet, szintén majd egyszer csak lesz róla barangolás, vagy már volt, attól függ, mondom, mert ez a videó mikor megy ki, igen. Ez a történet arról szól, hogy van egy ilyen kis szellemlényecskénk, aki hát egy vérvonalon tud tovább haladni, hogy éppen kit szolgál, és meghal a mestere, és egy kislány az unoka, a mestere unokájához szegődik hozzá ezek után, és így a kettejük kapcsolatáról szól a történet, aztán, hogy ez a kapcsolattal mi történik, és hogy milyen is az, hogy van egy ilyen sötét kis démon szellemed, és hogy egyrészt ez milyen, mit tud csinálni, mit okozhat, hogyan lett ez a kis démon szellemed. Ezt a könyvet is nagyon-nagyon élveztem, nagyon-nagyon szerettem. Úgy bőgtem rajta, hogy ahogy mostanában nincs semmi, tehát így az utolsó fejezeteket hallgatva az így ültem, és így potyogtak a könnyeim. Nagyon jó volt. És annyira szép a borítója, és nagyon tetszett a sztori is. És az ilyeneket azért szeretem mindig olvasni, mert hogy ez is ilyen, volt benne egy csomó ilyen, hát nem tudom, hogy mondabeli lény, vagy mert egy csomó ilyen kis szellem, meg ilyen kis lényecske volt benne említve, mint mondjuk az Északi Erdő trilógiában is ugye vannak az ilyen szláv kis lényecskék, ebbe is voltak a kis lényecskék, tehát ez a szellem Pink is egy ilyen kis lényecske volt. És hogy ez mindig olyan jó, mert hogy így az ember így rálát más kultúrákra is kicsit jobban, de mégis nem az, hogy így telibe a témáról olvasok könyvet, hanem így kapok egy nagyon, nagyon jó, nagyon kis szívmelengető, meg szívhez szóló, kicsit összetör, de amúgy jó neked sztorit, és közben van róla, van benne szó ilyen egyéb dolgokról, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett ez a könyv is, úgyhogy aki csak teheti, olvassa, mert jó, 5-öt adtam annak is, igen, 5 csillagot kapott tőlem, nagyon jó volt. Aztán még gyorsan elolvastam a Heartstopper-nek a 4. részét, ugye én januárban olvastam talán az első 3-at, és akkor még nem volt kint annyi fejezet tapaszon, hogy tapas, nem tudom, hogy kell mondani, hogy az egész 4. kötetet el tudjam olvasni, úgyhogy azzal így vártam, és akkor most már a 4. kötet is végig fönn van.
és akkor most elolvastam, de egyébként annyira meg szeretném venni a Heartstopper képregényeket, mert olyan szépek a Alice Osmannek a könyvei kiadva, olyan szép pasztél, szép színű, a, mindegy, igen, de nem szabad, mert Book Depository-ról most már drága rendelni, és nagyon sok könyvem van, Matilda, nem szabad venned. Nem engedünk a kísértésnek. Ez a negyedik rész is nagyon jó volt, továbbra is nagyon élvezem Alice Osmannek a stílusát, és az, hogy az ő karakterei beszélnek, meg problémáikat megoldják, meg ilyenek, ami sokkal több könyvben kéne, hogy jelen legyen. Egy kicsit sötétebb epizód volt ez a negyedik rész, úgymond, de nagyon jó, mert amúgy meg, hogy tényleg arról szólt, hogy azért oké, hogy vannak mentális betegségeink, de hogy így mutatott abból, hogy ezeken így nem így csak erről szólt, hanem arról is, hogy hogyan lehet ezeken dolgozni, jobbá tenni, ilyenek, úgyhogy nagyon jó volt, és nagyon happy volt azért ettől függetlenül is ez a rész, úgyhogy azt hiszem már csak egy kötet lesz, ami még talán két fejezet, és akkor vége lesz, és akkor hát ha lesz belőle box set a képregényekből, és akkor majd megszerzem úgy őket. Alice Osmanntól eddig mindent nagyon szerettem, amit olvastam, úgyhogy kéne minden mását is elolvasni. Sorra vettem a Hajdan varázslóinak a következő részét, a Twice Magic, aminek magyarul talán az a címe, hogy a Behemoth utolsó lehellete? Talán. Hát már egy ideje megvan egyébként mind a négy rész, azért nem olvastam eleve őket tovább, meg nem vettem tovább, mert még nem volt egy ideig kinn a negyedik rész, de most már megvan mind a négy, és ezek ugye olyan könyvek, hogy mint az Így neved a sárkányodat, hogy nagybetű, sok illusztráció, gyorsan lehet vele haladni, úgyhogy így most ezeket is szeretném végigolvasni most már. Így is éreztem, mikor elkezdtem ezt, hogy vannak dolgok, amikre az első részben már nem emlékszem, úgyhogy most igyekszem minél előbb ezt a maradék hármat. Szeptemberben ez fért bele, a második rész, a harmadik rész átcsúszott októberre. Nagyon szeretem Cressida the Cowell-t. Ezt a sztorit is baromira szeretem, kicsit másabb, mint az Így neveld a sárkányodat, meg másabb karakterek vannak benne, de ettől függetlenül nagyon jó, és nagyon, nagyon jó dolgokról tud Cressida the Cowell írni, és nagyon jól szövi bele a sztoriba. Szerintem. Volt egy kis rész, hogy a közepe fele, amikor így gyengébbnek éreztem, mint a többi Cressida the Cowell könyvet, úgyhogy emiatt egy kicsit alacsonyabbra értékeltem fél csillaggal csak, szóval nyugi, még mindig imádom az írónőt, de aztán a végére fölhozta, és volt annyira izgi a vége, meg annyira jó, hogy így egyből rávetettem magam a következő kötetre. Ráadásul Cressida the Cowell könyvei olyanok, hogy tényleg annyira gyorsan lehet velük haladni, hogyha leül az ember, pippak kiolvassa. Még hogyha hosszabbak akkor is, mert azért ezek hosszabbak az első Így neveld a sárkányodat köteteknél, úgyhogy már nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz a vége, és hogy mikor derül ki, és hogy ki a narrátor maga. Ugye ezt így hinteli, tízeli a történet végig, hogy na, kitaláltad már, hogy ki a mesélő, és még nem találtam ki, úgyhogy ne idegesíts. Nagyon szeretem ezt a sztorit is. Kicsit azért félek, hogy nehogy egy olyan húzással fejezze be, mint az Így neveld a sárkányodat könyveket, mert akkor nem. Akkor én nagyon fogok bőgni. Megint. Jó! És az utolsó könyv, amit szeptemberben olvastam, az a Mooncakes volt Susan Walkertől. A Mooncakes-t azért olvastam, mert Sannának volt az Almás Peter readathonja, ami egy ilyen 48 órás readathon volt, és ő a TBR videójában mondta, hogy ő ezt majd fogja olvasni, és fönn van a scripte. Én megmondtam, hogy jó, akkor lementem, és majd én is elolvasom, és elolvastam így a hónap végén. Múlt hétvégén elolvastam. Ilyen vérfarkasos boss is volt, de hogy nem ilyen véres, csak ilyen cuki volt, ilyen holszám volt. Ilyen kedves aranyos, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nem volt rossz. Amúgy jó volt, tehát nevettem rajta, meg cuki volt, meg fluffy volt, meg amúgy imádtam az ilyen részét. Voltak benne nagyon cuki cicák rajzolva a háttérbe, akik így mondjuk egy csók jelenetnél így nézett a cica, szóval voltak benne ilyen kis easter egg-ek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen cuki részek. Szóval amúgy jó volt, viszont ez egy ilyen kis romantikus könyv, LMBTQ-s, és maga a romantikus szál az nagyon tetszett nekem, a story-storyval volt inkább problémám, hogy olyan nagyon
puff, 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 és vége. Volt a sztori, és megoldódott, és ennyi. Azzal voltak pici fenntartásaim egyedül, hogy az így annyira nem feküdt, de hogy amúgy meg jó volt. Tehát nem a sztori volt a legjobb része a kötetnek. Ja igen, ez egy képregény volt. Azt nem mondtam, hogy ez egy képregény volt. Egyre több képregényt olvasok, mondom. Én ezeket a könyveket olvastam szeptemberben, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti mit olvastatok a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.